Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Boros István, aki a Magyar Főnix Mozgalom képviseletében jött el hozzánk egy stúdióinterjúra. Szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm, és köszöntöm a Kalcak Televízió nézőit. Mi is pontosan a titulus ebben a szervezetben? Ebben a szervezetben pártigazgató és országos választmányi elnök lettem. Ezt most alakítottuk. Egy hónappal ezelőtt történt meg a bejegyzése a pártnak. Szolnoki székhelyen egyenlőre, ugyanis a vezetőnk az Bíber József Tibor lett, és természetesen országos pártá szeretnénk fejlődni, vannak is rá lehetőségeink. Hogyan és mikor csatlakozott ehhez a szervezethez? Alapítóként csatlakoztam, tehát miután a Jobbikból ugye ellettünk idézőesen távolítva, nem csak én, hanem országszerte nagyon sok vezető, régi harcos, úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk a radikális oldalt egymagára, ezért fogjuk összefogni ezt a radikális réteget. Országos szinten hogyan fejlődnek, hogyan bővül a létszámuk? Egyre gyorsabban bővül a létszámunk, jelenleg 14 megye van készen, amely azt jelenti, hogy október 23-án szeretnénk a zászlóbontást véghez vinni, és ott szeretnénk majd ezt nyilvánosan is bejelenteni, hogy 14 megye teljesen készen van jelen állás szerint. A karcagi alapszervezet, vagy a karcagi szervezetük ez hogyan, mikor fog megalakulni várhatóan? Várhatóan két héten belül fog a karcagi szervezet megalakulni, 13 fővel, és Fodor József lesz a karcagi elnöke ennek, illetve ő lesz a Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnök is, hogyha ugye majd a megyei tagság is azt akarja, országos ajánlás alapján ő. És hol lesz például a székhelyük a karcagi szervezetnek, vagy egyáltalán mit lehet tudnunk már így előzetesen róluk? Folynak tárgyalások már az önkormányzattal, a pártok házába szeretnénk egy helyiséget kapni. Mi a céljuk, mi a filozófiájuk, miért jött létre ez a szervezet? Amint mondottam az előbb is, hogy a radikális részt összeszedni. Az a lényege az egésznek, hogy mi most politikailag a Fidesz és a Jobbik közé helyezkedtünk be. Főképpen még most folynak ugye a háttérmunkák és a program kidolgozása folyamatban van, de annyit azért lehet tudni, hogy ugye Bíber József Tibor az a Jobbiknak országos alelnöke volt, ő volt, aki ugye a cigány témát felvette fele, és a nép szájára adta. Ő miatta ugye Tatár Szentgyörgyön, ő mondta azt a beszédet, ami így van, cigánybűnözéssel kapcsolatban, amit több oldalon keresztül ugye a bíróság tárgyalta, és miatta is tiltották be ugye a gárdát. Tehát az ő hozzáértése az magas fokon van a cigány kérdésben, ezért természetesen mi a cigány kérdést visszük tovább. Ezért mi azt mondjuk, hogy megoldásokat kell keresni, és nem szítani a feszültséget. A másik alelnökünk dr. Szőr Anna, jogász, ő neki lehet, hogy hallották a kedves nézők, hogy ugye képíró Sándornak most volt a pere, és ugye eléggé nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Szőr Anna volt a pszichológus a képíró Sándornak, és ugye ez egy idézőjelesen nyertes per volt, ugyanis képíró Sándort első fokon felmentették. Milyen főbb alapelveik vannak még, mit lehet tudnunk még a párt filozófiájáról? Egy picit bővebben fejtse ki azt nekünk, mert ugye ez így általánosságban, hogy nem a tüzet szeretnénk szítani, tehát mik azok a főbb pontok, amit tudnunk kell önökről? Az egyik ugye, amit mondottam, hogy a cigánykérdést azt visszük tovább, amit ugye a Jobbik is csinál, csak másképpen. A másik, ami nagyon fontos Szőr Annával kapcsolatosan, hogy a családban történő erőszak, a nők jogai, főképpen ezeket a dolgokat, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos dolgok felvállalását próbáljuk, illetve természetesen mi is a munkahelyteremtést, mint minden pártnak, szinte ez benne van a programjában. Túlságosan részletesen nem szeretnék ebbe belemenni, mert még folynak a háttérmunkák, amit mondottam. És ha létrejön a karcagi alapszervezet, akkor az hogyan fog működni, milyen gyakran fognak találkozni, van-e már valami koncepciójuk? Ezt Fodor József
leendő elnök tudná jobban mondani, mert én ugye most az országos politikában vagyok teljesen beleásva, de annyit tudok, hogy természetesen minden rendezvényen részt veszünk, minden, és szervezünk is rendezvényeket, illetve teljes mozgolódást a városba folytatni fogunk, saját újsággal fogunk rendelkezni, amit a két hét múlva már meg is fog jelenni. Milyen fogadtatása van például a városban, vagy országos szinten ennek a mozgalomnak? Hogyan látják az emberek, hogyan reagálnak önökre? A reagálást csak annyit tudunk még egyenlőre, ugye még nagyon az elején vagyunk. Azt tudjuk, hogy gombamód szaporodnak a szervezeteink, azt tudjuk, hogy nagy az elégedetlenség a Jobbik részéről. Tehát a Jobbik már nem azt képviseli, amit idáig képviselt. Ezért is gondoltuk azt, hogy létrejövünk és csináljuk a dolgunkat, tesszük a magyar népért. Miben reménykednek a 2014-es választások kapcsán? Hát természetesen... Mivel lennének elégedettek? Elégedettek természetesen csak a parlament bekerüléssel lennénk elégedettek, de amennyiben az esetlegesen nem sikerül, is csináljuk tovább. Tehát ugye azért egy radikális részt nehéz felépíteni. Megvannak a, hál' Istennek, megvannak azok a hátterek, amelyekkel úgy tűnik, hogy 2014-ben úgy emberanyaggal, úgy anyagilag, 2014-ben minden körzetben fogunk tudni indítani országgyűlési képviselőjelöltet, tehát így talán az esélyünk is megvan arra, hogy a parlamentbe kerüljünk, illetve szeptember közepével fog indulni a honlapunk, egy Origo és Index vagy Kurucinfo nagyságú honlappal fogunk rendelkezni, 6 újságíróval, illetve tévéstábbal együtt. Azt mondta az előbb, hogy gombamód szaporodnak az alapszervezetek, ennek ön szerint mi lehet az oka? Ennek az oka az, hogy a Jobbikban rengetegen csalódottak, illetve főképpen, tehát 90%-ban régi radikális jobbikosok vannak köztünk, illetve egyre több mezőgazdást tapasztalunk és látunk a társaságunkban, aminek nagyon örülünk, illetve az volt régi, a régi, hozzáteszem, hogy a régi MDF-esek közül rengetegen csatlakoznak. Hogyan toborozzák a tagokat, szimpatizánsokat? Milyen rendezvényekkel készülnek például? Úgy szoktuk ezt, hogy általában még most ugye az elején tartunk, és a kapcsolataink révén különböző településekre, megyékre személyesen megyünk. Tehát az a fontos, hogy a személyes kontaktust meglegyen az emberekkel. Tehát ugye egyedül ebbe az országba csak az LMP tudta azt elérni, hogy szervezete nincs, mégis bent van a parlamentbe. Nekünk ugye azért akkora anyagi hátterünk nincs, így ezt mi nem tudjuk megoldani, tehát személyesen kell mindenhol. És ahol megjelenünk, utána ugye ott felveszik az adatokat, és akkor ők jelentkeznek. Illetve majd a megjelenő honlapunkon lesz majd egy jelentkezési hely, ahol ki lehet tölteni, és úgy lehet a párthoz jelentkezni. Illetve már ugye a szervezetek megvannak, akkor már automatikusan őket fogják keresni. Tehát ez így volt a Jobbikban is, meg ugyanígy van a Fideszben, vagy bármelyik másik pártban. Hogyan látja, könnyű meggyőzni az embereket, hogy csatlakozzanak a szervezethez, vagy könnyen átveszik az emberek az önök filozófiáját? Ez eléggé fogós kérdés, mert sajnos a radikális oldalon elég pesszimisták az emberek. Ugye volt egy mép, amiben nagyot csalódtak annak idején, jött egy új párt, egy Jobbik néven, amely ugye fiatalok, lendülettel, mindennel, ugye én is 2003-ban csatlakoztam a Jobbikhoz, és ugye most ismételten félre lettünk állítva többen, és akkor ismételten olyan emberek vették át a szerepet a Jobbikon belül, akik 2009 vagy akár 2010-ben jöttek, és már önkormányzati képviselő, illetve országgyűlési képviselők is ezek a személyek. Ezt ugye azért az emberek nehezen viselik, hogy 2003-tól végig dolgozták az egészet az országért, a nemzetért 7 évet, és utána 7 év után egyszerűen mint egy rossz koloncot eldobták. Ezt nehezen viselik, és sok a csalódott. Tehát sok az olyan pessimista ember, aki azt mondja, hogy na, még egy párt, nem foglalkozunk vele. De azért hál' Istennek vannak olyan emberek is, akik tenni akarnak, úgyhogy még most nehézkes, de azért a több mint 14 megy, azért az mutatja, hogy van mozgolódás ezen az oldalon még mindig.
Karcagon mikor fognak belépni a köztudatba? Tehát mikor lesz esetleg egy nagyobb rendezvényük, vagy vannak-e már valamiféle tervei? Ugye két hét múlva ugye az alakulás után meg fog jelenni egy újságunk, és van terve, így van egy Phoenix-es konferencia szervezése. Jelenleg még úgy tűnik, hogy Karcagra fogjuk ezt szervezni. Uh-huh. Az ugye az én jó voltamból, és akkor az országos vezetőség fog eljönni, uh-huh. és itt próbálunk majd egy ilyen sajtóklub jellegű uh-huh. dolgot előadni. Ezzel majd ugye a Dérinét meg kell még keresnem uh-huh. időpont miatt. Aki szeretne csatlakozni ehhez a mozgalomhoz vagy párthoz, az hogyan teheti meg például itt Karcagon? Itt Karcagon egyszerű Fodor Józsefet kell keresni, és ő majd mindent el fog mondani, hogy mint a felvétellel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta ezeket az aktuális információkat, és a jövőben is majd várjuk és beszámol a fejleményekről. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket a jövő heti viszontlátásra.